Először csak nézzük meg, hogy van-e valami. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park munkatársai folyamatosan végzik a nemhonos növény és állatfajok eltávolítását a hévízitóból. A 25 darab kihelyezett varsa segítségével szűrik meg a halállományt az őshonos élőlények védelme érdekében. Különösen veszélyesnek tartom a márványrák megjelenését, az eddig a tóból még nem volt leírva, vagy eddig nem tudtuk, hogy van, de a hévízi csatornában igen, ami sajnálatos módon egy szűznemzéssel szaporodó akváriumokból kiszabadult díszállat. Jól meg tudott telepedni, megtalálta az életfeltételeit, és az őshonos hazai rákfajokat, mint a folyamirák, kecskerák vagy a kövirák, azokat az hazai vizekből kiszorítja. Az idegenhonos élőlények legtöbbször a felelőtlen emberi magatartás következtében kerülnek bele a vizekbe. Otthon megunják az akváriumi állatokat, és úgy gondolják, hogy jobb lesz nekik, ha elengedik őket. 3 darab nap. A kihelyezett varságból szinte csak idegenhonos állatokat sikerült kiemelni. A különleges fajok között volt például naphal, szivárvány, sükér, márványrák és lyukatáni fogaspont is. A hévízi tó, az ugye a hévízi csatornán keresztül egyenesen a Kis-Balatonba, illetve a Balatonba torkollik. Igaz, hogy a trópusi fajok egy része a Balatonban nem tud megtelepedni, de a klímaváltozás, hogyha figyelembe vesszük, hogy egyre enyhébbek a teleink, egyre kevesebb szer fagynak be a vizek, egyre nagyobb területet tudnak meghódítani ezek az idegenhonos fajok is. A hévízi tóban él egy hévízi nyurkapontnak nevezett őshonosnak tekinthető önálló faj. Ezeknek az ikráját, illetve ivadékait mind a trópusi sügérfélék, mind pedig a rákfajok elpusztíthatják. Ezért is kiemelten fontos megszabadítani a hévízi tavat ezektől az élőlényektől, tette hozzá a szakértő.